Hétfő délelőtt érkeznek a gyerekek a gyulai játékvárosba. A hagyományosan nagy érdeklődés által övezett kéthetes programsorozat központi témája idén az ókori Egyiptom, így még az információs pult is a Sphinxhez van címezve. A délelőtti órákban még meglehetősen kihalt Kairó Pub Egyiptom mai fővárosának a nevét viseli, vendégek hiánya a személyzet a poharakat tisztogatja. Most éppen a kocsmában vagyunk, dolgozunk. Most takarítjuk a poharakat, meg várjuk a vendégeket. Így néz ki egy egyszerű és egy fekete teából készített szappan. Nem köztudott, de a múmia készítéséhez szükség van szappanra. Ezt a kocsmával szemközt Tikó Tamástól tanulhatják meg játékváros érdeklődő polgárai. A szappant alapvetően a mumifikálásból eredően találták ki, ugye a lúgoknak és a zsíroknak a keveréke. Ezeket keverik össze, kókuszolajat, sertészsírt teszünk bele, illetve étolajat, majd ezt mikróban összemelegítjük, és ez lesz az egyik komponense a szappannak. Odakint a nap sem tűz gyengébben, mint Afrikában. A bazárba épp most érkezik a friss áru, az itt dolgozók ezeket pakolják ki. Brand Barbara megmutatta, milyen tasakot készítenek. Egy bizonyos méretű papírt félbehajtunk, aztán az egyik rétegéből levágunk egy olyan körülbelül 1 centis sávot itt, és itt, és a második, az alsónak levágjuk itt a végét egy ilyen háromszög alakban. Utána beragasztózzuk ezeket a füleket, ami az alsó rétegnél maradt, és lehajtjuk. Borgáborné azt mondta, nem véletlen, hogy évről évre nagy siker van a játékvárosnak. Nagyon sok visszajáró vendégünk van, én hozzám most mind a két gyerek tavalyi ismerettség alapján jött ide, és próbáljuk beindítani a piacot, hiszen idehoz hordják azokat az árukat, amelyeket a gyerekek gyártanak a különböző műhelyekben. A gyulai játékváros irányítását tanárok és segítők közreműködésével a diákok végzik. A fiatalok munkájukért fizetést kapnak, amit arra költenek, amire szeretnék. A problémáikat alapvetően nekik kell megoldaniuk, hiszen a nyári táborok ezen változatában nagyobb önállóság illeti meg őket. Ez a játékváros egyik legfontosabb célja amellett, hogy fejleszti a gyerekek kommunikációs, kapcsolatépítő és probléma megoldó képességét.